Boldogság, szolgálat és siker. Mert hogy örömünnep ez a mai. Mert ahogy a gyermek érkezése a családnak, úgy egy óvoda létrejötte is, a településnek ajándék és hatalmas öröm. Egy óvoda létrehozása, megépítése az életre irányítja a figyelmet. Mikor egy gyermek óvodába indul, akkor tudja a szülő, hogy egy új élet kezdete, vagy egy új dolog kezdete lesz. És tudják a település vezetők is, hogy a szülők akkor lehetnek nyugodtak, ha biztonságban, megfelelő környezetben gondoskodnak gyermekükről. Hiszem, hogy ebben a korszerű és hosszan fenntartható épületben a munka még hatékonyabb lesz. És hogyan jutottunk el idáig? Hogy itt lehetünk egyáltalán? Ez pedig tulajdonképpen egy szóval jellemezném, az összefogás szóval. Mert összefogással jutottunk el idáig, a múltban megépített alapokra építkezve. Friss, fiatal település Herceghalom ebben az évben lépett krisztusi korban, 33 éves lett. Köszönettel tartozunk tehát azoknak, akik létrehozták ezt a községet, megteremtették az alapokat. De köszönet azért is, mert az önkormányzat a 2010-es évek elején megvásárolta ezt az ingatlant, egyébként pedig egy cég telephelye volt itt, és az önkormányzat akkor kifejezetten azért vásárolta meg ezt az ingatlant, hogy később közösségi céllal hasznosítsa. Köszönjük a lehetőséget a magyar államnak természetesen, aki előfinanszírozta, reméljük csak előfinanszírozza, és megkapjuk hamarosan az EU-s forrásokat, pénzeket. A TOP Plus gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázatot, így Herceghalom hozzájutott majd 400 millió forinthoz. Ami lehetőséget biztosít arra, hogy 2 csoportszobát, tornatermet, melegítőkonyhát, fedett teraszokat és egy csodaszép külső kültéri játszóteret, játszóudvart hozzunk létre. Meg kell jegyeznem, hogy ez a pályázat 100%-os támogatottságú, és egyébként jut még arra pénz, hogy a központi épületben majd a szintén korszerűsítéseket, fejlesztéseket hajtsunk végre, de az is már elkezdődött az a munka, hiszen biztonságossá tettük a parkolót, illetve biciklitárolót építettünk. Köszönetet szeretnék mondani az államnak, Magyarország kormányának, hogy előfinanszírozta tehát a projektet, hiszen pénz nélkül a legfontosabb és legszükségesebb terv is csak álom marad, fikció. Köszönetet szeretnék mondani minden projektben résztvevőnek, kivétel nélkül. Néha a legapróbb munkafázis a legfontosabb. Így a takarítónők is kifejezetten nagy köszönetet kapnak. Voltak olyan segítők, akik szerényen meghúzódtak a háttérben, és munkájukra mindig lehetett számítani. És ha dicséretet kaptak, csak annyit mondtak, ez a munkám, csak a dolgomat végzem. Szeretnék mély tisztelettel köszönetet mondani, elsősorban a polgármesteri hivatal dolgozóinak köszöntöm köreinkben őket, jegyzőasszonynak, akik csak tették a dolgukat, Palóci Katalinnak és Pál Gábor műszaki előadó úrnak is. Szeretnék köszönetet mondani szintén elsősorban Varga Tamás építésztervezőnek, aki precíz és pontos munkájára a projekt előkészítési fázisától, a projekt megvalósításán keresztül mindig, mindenkor, minden pillanatban lehetett számítani. Köszönöm a munkáját Gödör István projektmenedzser úrnak, és köszönöm a támogató munkáját Varga Tóth Csaba intézményvezető úrnak is. Amit itt most átadunk, tehát abban több év megfeszített munkája fekszik. Projektelőkészítés, tervek, pályázatírás, ahogy egyre közeledett az avatás dátuma, hatalmas adott el rajtunk, rajtam az érzés, hogy létrehozni valami jót, és most létre is hoztunk valami jót, egy fontosat, egy olyan épületet, ami a herceghalmiakat hosszú időn keresztül szolgálni fogja.
Egy új óvodaépület fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, tudjuk, ez egy fontos dátum. Az elmúlt években rohamosan nőtt Herceghalom lakosságának létszáma, kiköltözöttek igényét a település önkormányzata szeretné lekövetni, de az is nyilvánvaló, hogy ezt önerőből nem tudja megtenni. Nagy hangsúlyt fektetünk a humán infrastruktúra fejlesztésére, és egy átgondolt, tudatos településfejlesztésre, amiben az önkormányzatnak igenis van beleszólása az ingatlan fejlesztés dinamizálása tekintetében. Egy új óvodaépület fontosságát tehát nem lehet eléggé hangsúlyozni. A mai esemény egy nagyon fontos esemény nekünk herceghalmiaknak. Mert olyan településen kívánunk élni, ahol kiemelt területnek tartjuk a gyerekek értékes felnőtté nevelését, elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az önmegvalósítás és a család közötti egyensúly megteremtését, a nők erősebb társadalmi megbecsülésének előmozdítását, ezt nőként, női vezetőként kifejezetten fontosnak tartom. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők teljes, biztonságos és elismert életvitelére is. Utolsó gondolatként kívánom, hogy az intézmény minden dolgozója, kisgyermeke úgy érezze, hogy jó itt dolgozni, jó itt óvodásnak lenni. Hiszen ezt az épületet tartalommal majd az itt dolgozók fogják megtölteni. Egy ókori szent irat szerint a világ a gyerekek leheletén épül fel. Ez azt jelenti, hogy amit a gyermekeink látnak, hallanak, tapasztalnak, tanulnak, ami ennél az ő lelkületig formálódik, olyanná lesz majd a világ. Mi hiszünk abban, hogy jó dolog a gyerekeket úgy szeretni, úgy nevelni, olyan körülményeket biztosítani nekik, hogy ők is képesek legyenek majd felnőttként másokat türelmes szeretettel, értékes hagyományok mentén értelmesen szeretni és nevelni. A herceghalomi gyermekek testi-lelki egészségére és növekedésére, értelmi és erkölcsi kibontakozására, az itt dolgozó munkatársak szolgálatára, Vargató Csaba intézményvezetőnek, majd a szalagátvágás után ünnepélyesen át fogom adni az intézmény, illetve az óvoda épület kulcsát. És szeretném, hogyha jó egészséggel, sok-sok szeretettel és kitartással mindannyiunk örömére használnák majd ezt az épületet. Az ember képviselőként nem kívánhat annál többet, mint hogy a hetét, vagy legalábbis a hétköznapokat egy péntek délután a választókerületében zárhassa egy óvodabővítési ünnepségen. Ennél többet az ember nem kívánhat. És azt is tudom, hogy kisgyermekes apuka lévén, bár az én fiam még csak szeptemberben megy majd oviba, egyelőre a bölcsiben nyomja az ipart, de azt tudom és látom már, hogy mennyire fontos a gyermekeknek persze, de a szülőknek is az, hogy tudhatják azt, hogy jó helyre adják be a kisgyermeket jó körülmények közé és jó kezekbe adják át arra az időre, amíg dolgoznak, vagy az ügyes-bajos dolgokat, ügyeket intézik. Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon tett azért, hogy ez az óvodabővítés létrejöhessen. Külön szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik itt dolgoznak és gondoskodnak a kisgyerekekről. Óvodapedagógusnak hívják ezt manapság, ha jól értem. Mikor én kicsi voltam, még óvonéni volt, úgyhogy én azt hiszem, most már ennél maradok, meg ha jól értem, óvóbácsinál. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani, és szeretném megköszönni az odaadó szeretetteljes munkát. Vannak azok a szereplők, dolgozók is, akik lehet, hogy a tányérokat viszik ki, ezt vagy azt csinálnak, és lehet, hogy a nap folyamán idézőjelben csak egyszer vagy kétszer mennek el a gyermekek mellett, de ott egy-egy mosoly, egy-egy jó szó, egy-egy érintés mennyit jelent a gyerekeknek, és hogy megmarad bennük. Nagyon sokat jelent ez a gyerekeknek és a szülőknek is, köszönet érte. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt most egy 400 millió forint értékű fejlesztést adunk át.
hogy ilyen hivatalosan mondjam, az óvoda bővítését. Ugye két csoportszobáról van szó, tornaszobáról, melegítőkonyháról, szépen felszerelt udvarról. Hadd mondjak néhány gondolatot arról, hogy mit csinál a kormány, vagy mi az, amit gondol, megcsinál. A kormány célja az, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a vágyott gyermekek megszülethessenek, megszülessenek. Természetesen a kormány soha nem beszél abba bele, hogy ki hány gyereket vállaljon, ez mindenkinek természetesen és értelemszerűen a saját döntés és a magánügye, de azt tapasztaltuk a különböző kutatások és fölmérések során, hogy a magyar felnőttek több gyermeket terveznek, mint ahány utána megszületik. És a kormány éppen ezért azt a célt tűzte maga elé, hogy lehetőség szerint anyagi akadálya a gyermek vállalásának ne legyen. Sőt, a hosszú távú stratégiai célunk az, persze nem tartunk még itt, de mégis a célunk az, hogy aki gyermeket vállal, az ne azt tapasztalja, hogy a gyermek, illetőleg a gyermekkel járó feladatok anyagilag terhet jelentenek, hanem aki gyermeket vállal, az anyagilag is jól járjon. Éppen ezért a kormány egy széles családtámogatási rendszert hozott létre. Az úgynevezett GDP-nek, tehát ez a megtermelt javainknak a 4-5%-át fordítja a kormány családtámogatásra. Ez Európában és világszinten is kiemelkedő. A jövő esztendőben 3300 milliárd forint az az összeg, amelyet a családok támogatására fordítunk. Ugye a családtámogatási rendszer a széles, az otthonteremtéstől kezdve az adókedvezmény, a 30 év alatti gyermeket vállaló nők adómentessége, a 4 gyermekes anyák adómentessége, és lehetne hosszasan ezt sorolni. Most a helyzet azt tisztelt hölgyeim és uraim, hogy van egy úgynevezett termékenységi ráta, ez borzasztó ronda kifejezés, én a gyermekvállalási kedvet sokkal jobban szeretem, és a gyermekvállalási kedv az 2010-ben, amikor átvette ez a kormány az ország vezetését, 1,2 volt. Alig több, mint egy volt ez a szám, ami a gyermekvállalási kedvet mutatta. Most sok munkával, ráfordítással, összefogással egyet léptünk előre. Most nem az 1,2-ről el tudtunk mozdulni 1,5-re. De a célunk a 2,1. Tehát még tettünk egy komoly lépést, de a célunktól még igen messze vagyunk. Az is hozzátartozik, hogy volt ez az 1,5 már szebb szám is, de persze a Covid meg ez a háborús, szankciós, gazdasági nehéz időszak nem segít rajtunk. Lényeg, ami lényeg, hogy 1,2-ről elmozdultunk 1,5-re, ami egy nagy lépés, de messze nem elegendő. Ugyanakkor, hogy jó hírt is mondjak, ez a lépés azt jelenti, hogy az elmúlt 13 évben, 2010 óta, ha nem léptünk volna előre, akkor 160 ezerrel kevesebb gyermek született volna Magyarországon. Tehát a munkának, az összefogásnak, a szülők gyermekvállalási bátorságának köszönhetően 160 ezer gyermekkel született több, mint ahány született volna, hogyha minden úgy marad, ahogyan korábban volt. 160 ezer gyermek, 160 ezer család, vagy persze lehet, hogy valamivel kevesebb, de 160 ezernyi örömforrás. Az, amivel többen vagyunk, és ez nagyszerű. De, mint mondtam, nem vagyunk még az út végén, tehát van még teendőnk bőségesen. És hogy mi az, amiért ezt csináljuk, mi a gondolat, a felfogás mögötte, az az, hogy azt valljuk, úgy gondolom, mint mindannyian, hogy a gyermek az első, a gyermek a legfontosabb, és hogy a gyermek van, akkor van jövő. És hozzá tartozik, hogy amikor ma hajnali 5-kor a fiam úgy döntött, hogy riadót fúj, és én ma véletlenül úgy gondoltam, hogy hajnali 5-nél tovább alszom, akkor apa és anya minden erejét összeszedve nem a jövővel foglalkozott, hanem a jelenben próbálta az összes erejét összeszedni, hogy azokat a hajnali órákat valahogyan átvészeljük. De amikor fölmászott az ágyra és adott egy puszit, akkor apát elrepítette a legnagyobb boldogságba. Úgyhogy mégiscsak az az igazság minden körülmények között és alapigazság, hogy a gyermek a legfontosabb, és a gyermek jelenti a jövőt. Szeretnék, és még talán annyit, hogy ennek utána az általam képviselt politikai közösség, meg én magam is értelemszerűen, politikusként és magánemberként is, a közösségekben hiszek. A legalapvetőbb közösség, sok fontos közösség van, nagyobbak, kisebbek,
De a legalapvetőbb közösség a család. És a legfontosabbnak, vagy rendkívül fontosnak, és az egyik legfontosabbnak gondolom, ezt a legalapvetőbb közösséget, a családot megerősíteni, és a családokat támogatni, első helyen természetesen a gyermekvállalással kapcsolatban. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani, és még egyszer gratulálni mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. Nagyon bízom benne, és biztos vagyok benne, hogy a gyermekek örömmel fogják birtokba venni ezeket a cuki kis székeket, és minden egyebet. Isten éltesse a gyerekeket, a családokat és minnyájukat. Mint projektvezető, ezt a szót pedig én nem annyira szeretem, sőt, annál inkább, mivel például ennél a jelen fejlesztésnél az igazi projektvezető, azt gondolom, polgármester asszony volt, aki talán mondhatjuk úgy, hogy az igazi menedzsere volt, aki a tökéletesség igényével lépett fel minden egyes kérdésben, és ezzel tartotta kezét a projekt ütőerén, és tágítva olykor a kivitelezőnek a pupilláit is. A projekt előzményeiről talán annyit, amit a polgármester asszony röviden említette, hogy sokszor ugye a települések életében a fejlesztésekről azt gondolják, sokszor a lakók, vagy talán mi magunk is, hogy olyan egyszerű, hogy kell egy óvoda, vagy szeretnénk egy óvodát, vagy bővítést, akkor az mindjárt holnap meg is valósul. Pedig ugye mind a források, amik sokszor szűkösek, jelen pillanatban rendelkezésre álltak több irányból. 3 évvel a projekt indulása előtt már elkezdődött ennek a tervezése. Polgármester asszony említette a magának a telekvásárlását, de elindult már egy kisebb elképzeléssel, egy kisebb óvodával, és aztán szép lassan, ahogy ment az idő előre is haladt előre a kormánynak is, akár az új Széchenyi TEF Plus programja, egyre inkább növekedett a vágyakozás arra, hogy legyen valami nagyobb, ahogy polgármester asszony mondta, álmodjunk nagyobbat ebben a kérdésben. És 3 évnyi nehéz előkészítési munka után jutottunk el oda, hogy be tudtuk adni ezt a pályázatot 2022. januárjában. A tényleges kivitelezés 22. novemberében kezdődött, tehát gyakorlatilag egy év alatt valósult meg ennek az építkezésnek a kivitelezés, és annyira friss helyen vagyunk, hogy tegnap kapott használatbevételi engedélyt az épület jogerősen, úgyhogy használatba tudja venni a település. A céljaink között ilyeneket fogalmaztunk meg, hogy ugye van itt Herceglombe egy Móricz-ligeti településrész, egy új településrész, és hogy közelebb kerüljünk egy picit ehhez az új településrészhez, az intézményekkel, az intézmény telephelyével, és ez azt gondolom, hogy megvalósult. Szerettük volna természetesen az intézményi kapacitást növelni a településen, és a szolgáltatások minőségét is javítani. És mindenképpen a családok életminőségét, a szülők munkába való visszatérésének a támogatását, azt gondolom, hogy az ilyen intézmények mindig elősegítik. És nem utolsó sorban szerettük volna, hogyha a komfortosabb környezetben és környezettudatos technológiákkal tudjuk ezt a fejlesztést megvalósítani. Konkrétan elhangzott már többször, hogy csoportszoba, tornaterem, melegítőkonyha épült fel itt helyben, és minden teljes berendezésével együtt kaptuk ehhez a támogatást, illetve egy dolgot kiemelnék, hogy ennek a projektnek része a régi telephelynek a fejlesztése is, ami gyakorlatilag a jövő évre csúszik, hát a jövő nyári időszakban, a leállási időszakban, úgyhogy az a terveink között az szerepel, hogy szintén ennek a projektnek a keretében jövő nyáron megújul például a csoportszavák előtti fedett teraszokkal a régi telephely is. Építettünk kerékpártárolót, bővítettük a parkolót, biztonságosabb közlekedésbiztonsági eszközökkel, járdával, és olyan fejlesztési elemekkel, amelyek mind-mind a gyermekek, szülők biztonságát szolgálják. És természetesen része lesz napelemes fejlesztés a régi telephelyen és ezen a telephelyen is. Úgyhogy gyakorlatilag a projektünk így állt össze, és ugyan a kivitelezés egy évig tartott, de ha az egész folyamatot nézzük, akkor akár egy ilyen intézmény 4-5 éves fejlesztési időszakba is bele tekinthet. És egy szót még arról, amit
Képviselő úr is említett a kormány munkájáról, hogy ugye sokszor mondjuk azt, hogy EU-s pénzek, ez a TOP pluszos pályázat egy EU-s pénznek nevezett pénz, de valójában ez egy társfinanszírozott, tehát egy magyar állam és az Európai Unió által finanszírozott projekt elem, és jelen esetben is a magyar állam előfinanszírozza ezeket a projekteket ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjunk valósítani, és majd az Európai Uniótól reménység szerint megkapjuk ezeket a pénzeket. Úgyhogy köszönetet szeretnénk mondani a magyar kormánynak, és köszönetet szeretnénk mondani képviselő úrnak is, mind a magyar falu programokban, mind pedig a TOP pluszos pályázatok programjaiban való támogatását. És keresztény emberként egy gondolattal hadd zárjam ezt a kis információsort, hogy Bölcs Salamon mondta a példabeszédek könyvébe, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és ha felnő, vagy megöregszik, így fogalmaz egész pontosan, akkor sem tér el tőle. Én ezt kívánom az itt dolgozó nevelőknek, pedagógusoknak, hogy találják meg ezt a neki megfelelő módot, hogy úgy tudják a gyermekeket nevelni, ahogy ha megöregszenek, sem térnek el ettől.